csakema, itt van szomba délután. Most sehol egy sivalló lélek, akivel tudnék beszélgetni. Jaj, pedig hát annyi mondani valóm volna, hogy csak nap. Adj Isten! Te Boris, mit beszélsz te itt magadba? Jaj, te kamasz anyád, Anci Krisztus által úgy megijesztettél, hogy csak nap. De azért jó, hogy gyűjtél. Azon morfondírozok, nézd meg, hogy senki nincs az úton. Hát nem tudod, hogy mire készül a falu nagyja? Nem, én nem hallottam semmit az éget világ. Jaj, te Boris, nem mondd már, hogy nem tudod. Estére a borbarátok jótékonysági bált tartanak. Mert tavaly is volt, és nagy sikerük voltam. A katolikus ifjúságot támogatják. Te térkam, az kik azok a jó, vagy mi fenék borbarátok? Jaj, te Boris, nem mondd már, hogy nem tudod. Több mint 10 éve megalapította a három paraszt. Három paraszt! Te térke, az kik azok? Az egyik Osztroluszki Zsolt. Osztroluszki Zsolt? Hát, hely, olyan a faluba sincsen. De hogy is nem a Bukriankó kisebbik fiak? Hát, térke, majdnem a szomszédom. Nem. Másik Bárány Árpád. Bár. Te Terka, biztos vagy te abban, hogy ez már sajnos nem Rimóci? Dehogy Rimóci? A Bajzárni meg a kis tanítónéni fia, Árpika. Jaj, Terka, te meg kellett volna kezdeni, hogy képzeld az, hogy így rakonyom is. Na, de. A harmadik paraszt meg Bértyúk Terike, meg Genge Pista fia, Páránkó Pali. A pajikat azt azért nagyon ismerem. Szoktam látni, de még jobban hallani a templomban. Ugye? Jaj, bizony. Adj Isten! Nem akarok én itt a szavatokba vágni, de én is úgy hallottam, hogy sokan vannak, mert tagadnak ám Bolivó cimborán. Köztük van Pintyko Feli, Csócsa Bali, Szuper, meg a testvére, Tami Margit jánya, fia veje menjen, bolosszal! Na meg, csatlakozott hozzájuk Kampesz Józsi, jaj, hogy húzza nekik a nótájukat. Zoli meg fújja, Kisati meg húzza is, meg fújja is. Fel sem tudom őket sorolni. Te, Maris, talán még azt is tudod, hogy mikor szoktak ezek összegyűnni? Hát hogy a csodában nem? Szent Vince napján. Szent Györgykor kóstolgatják a jobbjánál jobb borokat. Márton napkor meg eszik a libacombakat. Meg olyan jókan hulatnak, hogy csudan. János napkor meg megáldatják a pappal a bort, meg a pálinkát. Jaj, te Maris, ez akkor van, mikor gyűjünk ki a misérő, azt ott a templom kertben szép nagy geszkenye falat kínálgatják a forrálbort, meg a jó meleg tejat. Bizonyám! No, azért tudjátok, hogy tavaly kétszer is sorba adnak. De az idén lehet, hogy három. Jó beszélgetés, asszonyom! Jaj, Isten hozott! Hallom, már decemberné tartottunk. A Mikulás tegnek se említitek, hogy a borbarátok adják a Mikulás csomagot a gyerekeknek, az iskolába, óvodába, sőt, még a gyerekházba is. De még kapnak csomagot még a tanárok is. Osztán, honnan tudod? Honnan tudom? Biztos helyről. Rámentem a tövire, mert Szuper volt a Mikulás, én meg a Krampus. De voltam én ma Tomborböze is, meg Kisbözike is, meg Nagyságos asszony. Voltam én Manökő nő. Vagy mi van? A szőlőszemeket elfelejtettétek? Kihagytátok, mint panyagú sámpó? De a dalandat, az megemlítettek. Mert voltak egyszer gomban fellépni nagy kincsérket, mert egyszer volt Budán kutyavása. Azóta meg le vannak ülve, mint a sovámmal. Még jobban. Így van. Na, ez van. Milyen
Ilyen plegykalkot naptál. Fali, te szerintem is biztos helyről tudod. Milyen szőlőfürtről van szó? Jaj, te Terka, ne forgasd már ki te is a szavaimat. Nem szőlőfürt, szőlőszent társulat. Ó, tényleg nagyon jó előadásokat adnak elő, én is hallottam róla. Még a facebookon is meg lehet őket nézni. Az Anti bácsit, a bosszú, az ószeres, nem, az óvszeres. Nagyon sok lájkot kapnak. De Maris, aztán kik játszanak ugyan abba? Ó, hát mindjárt megpróbálom felsorolni. Hát a Gyurka Erzsé, Cita Zoli, szuper! Meg a testvérek. A Tepak Bözsi anya, meg az unokája, Valika, Henny, a volt igazgatónő. Hú, vannak sokan, meg téves sokan. Meg a Vajuncsan, Pecskó Berci. Milyen? Milyen Pecskó? Pecskó! Jaj, a Pecskó Berci, menjél az Ildikó! Arpi, na meg sokan mások. Igen. Jaj, jaj. Adj Isten, sok életet! Nem akartam én hallgatózni, de hogy itt befelé a földre, azért meghallottam, hogy a borbarátokról beszélgettek itt, te nem? Jó, te kicsit. Jaj, te Rozi! Más sem csinálsz egész nap, csak a pletyka után járkálsz. Hát rosszabb vagy, mint a szuperinfó. Kis igazság. De azért is szuperokat is említsük meg, ott is történt egy smas. Disznó, tudod? Úgy, ahonnan az égből lett volna ezek a disznó. Hát az óvó, hát honnét lett volna? Igen, ám, de a Tamiani meg a Pako Berci ójából adtak ezek nem is egyszer, de még vannyunk is. Olyan jókat főztek belőle, hogy a borcsak úgy ment utána. De ezek a kampeszék félre csirkét is említsük meg, abból meg még a kozmáig főztek egy finom vacsorát. No, azt hallottatok-e? Ma, ha disznóvágásnak tartotok, mikor a tökföldön, ott oda a peszkoféle házba volt disznóvágás. Jaj, azt képzeljétek el, hogy a Tukács Jancsi, meg a Csókos Béla disznó körömből ittak a pálinka. De csak azért, hogy őrizzék a hagyományt. Na, azt tudjam, ki a jó Isten az a Csókos Béla? Jaj, te Boris, hát te sem tudod. Hát a Csókos Béla az a Rimóci fiatalember, aki amikor vaslányba jön, az összes lány meg asszony körbe nyálja. Így van. No, nem mondjátok ám, hogy talán még Rimócról is vannak ebbe a borbarátokban? Rimócról, meg Széchenyből is. Meg Dunakesziről Gyurka Zsolti. Na meg Gyarmatról valami vadász is van. Nem tudom, öreg vagyok, nem tudom a nevét. Igaz, még vathús nem nagyon ettem, de ettem lesz, ami sose volt. Jaj, no. De a borbarátok is járnak ám Rimócra? Minden főzőversenyen részt vettek. Álltak ők már a dobogó minden fogát. Olyan finomakat rittyentenek, hogy csoda. Hát azt hallottátok-e, hogy a Rigó Tamás megállhatta a katlant a darázs dónak? Ha Gellérke nem szól utánuk telefonon, még most is ott forogna az út. A hír előbb Rimót fejjed, mint a főzőcsapat. Titokban akarták tartani, de azért elhozták a második helyezést. De ha már a kirándulásoknál tartunk, az jó benne több dolgot meg tudni elhűlni. Na, hol? Kitő az égből. Na, ki van? Jó. Hol van? Nem tartott. Mi van? Ki van? Szupakolt vele. Egy van? Szerocista Jézus neve napja. Mi lesz itt eső, hogy így összegyűltek? Nem, a szemecsét összefújtál szép. Jóska bátyám, éppen ezzel beszélgettünk arról, hogy ezek a borosok mennyire
sok helyen voltak kirándulni. Mesélne nekünk erről? Ha megkérték, így csak kértek a balban. Na de miért persze csak van már az én? Mondjuk, no, valamit, egy kicsit. Egy keveset. Lényeges. No. Hogy is kezdjem el? Ja. Volt nekünk az akkori papunk, a szerelem. Szerette a jógot, meg a fiatal jányokot. El is vitt minket püspök hatalomba. Oda hatalomba. Tényleg nem. Jobban tudod, mint én. Szurdok püspökivel. Ne hatnánk. Igaz? Meg Gyöngyös Patára. Volt ott minden, ami szemszállnak ingyenes. Egy bőséges reggeli, egy nagyon finom. Kakaspörkölt, a jó bor mellé, meg énekeltek nekünk a patkalok. Na, na, Jóska, az én hallottam arról is, hogy ti voltatok annál a Rigóti vigyereknél is. Nem is egyszer, hanem kétszer is. Hát, nagy szeretettel családjával együtt vendégül látott minket Gyöngyösön. De semmi. Én meg valami kupleláiból vállottam. Abban mi az igazság? Hogy mondjam, hogy keveset hazudjak? A lényeget. Hát, elmentünk mi szerencsre. Nem oda készültünk, de mindegy, oda jutottunk. És volt egy helység, egy pincehelység, kóstoltunk borokat, minden. Amikor végeztünk, azt mondták, hogy hát valamikor a század elején itt egy kukkeráj volt. Nagy bánatára egy néhány borbarátnak. Elmúlt az idő. De eredetileg azért arcára mentünk mi a Degenfest pincészetbe, és amikor ott végeztünk, az ottani helybéli vendéglátónkhoz elmentünk, és a gazdasszonynak a szeme úgy megidézett egy-két borbarátot, de egy-két pofa bor után olyan oldalra kaptak, és akkor dicsérgették a szemét. Jaj, de szép kék! Jaj, 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 is van Varsanyi pincészet. Komolyan! Nem hallottuk! Hát mondjuk én sem, csak a Felipet, akkor bementem egészen a boros palackot, rá volt írva a Varsanyi pincészet. Jó. Jó, félet egyébként írva a viccet. Nagy volt az elvárás, de annál nagyobb volt a csalódás. Na de, kárpótolt minket a tarjáni kirándulás. Mi van? Győzi kínű is voltatok? Neki is van pincéje? Ajra! Sárgó tarján! Nem sárgó tarján, csak simán tarján. Simán tarján? Mi történt? Komárom ezt. Ott mi történt, Jóska? Elmentünk a világ végére. És hiszitek, a Radics Gigihez... Mi van? Nem helyzet, hogy látjátok, összekerültek engem. Nem is volt ott, ha félretesszük. A Radics Gigihez... Radics Gigihez... Kifogadott ott minket. Na, ki? Kitalálta a kaját, egy Varsanyi asszony, a gyurkos. És olyan finom volt az a kenyér, amit hozott mellé, amit most is van a számba az ízé. Nem semmi. Na de Gyurka Erzsi, mit keresett ott? Hát én ezt pontosan nem is tudom. Na de volt valami kapitány, annál volt vendégség. Na akkor csak tudsz valamit. Nem. Na de ennek a kapitány, se szűrle, se valami. A ház is csak olyan volt valami eső ellen védő szerkezet. Egy néhány fürd csüngött ott a diófáról, azon kívül sem. Az a diófa. Na? Na de voltunk mi. A Molnár Bánétnál is. Atkáron nagyon szívélyesen fogadott minket több alkalommal, egy alkalommal még az Egyesületnek a szőleje is tőle volt. Aztán gondoltuk, egyet átokodunk a határon. Ipolysán. Külön. István pincészet. Nem. Egyszer, kétszer, háromszor nem. A harmadik már nem jött össze, és higgyétek el, nem rajtunk múlott. Biztos jobb fizető vendéget tanált. Hát, én azt nem tudom. Na de azért, Jóska, azért itthon mindig ott ültök abba a templomba. Máshol meg csak a pincékbe járkáltok? Nem. Mi mindenhol megvalljuk a hitünket. Még minden templomban, még az esztergomi, meg a egri bazilikában is. Felhangzott a harmonika szó mellett a boldog asszonyánk. Bizony, én is könnyedtem, elértékelődtem. De most, ha már itt tartunk a templomnál, az egri szép asszonyvölgyi kivonulás is megérne egy misét. És mindig föl csendül a fülembe a harmonika, meg a szaxofon csengőgongó hangja. Hogy?